Utolsó napján, ami van lehetőség kóborolni a stadion között, kérdezősködni, prospektus gyűjteni és előkészíteni a nyári utazást, tehát használják ki ezt a napot. Itt a nagy színpadon, hiszen itt minden nap reggeltől délutánig várjuk önöket csemegével és különböző produkciókkal. Néhány perc múlva kezdjük, érkezik az isaszegi csatatánc együttesének bemutatójukat láthatják 12:30-ig. Velünk párhuzamosan pedig az Ápavilon túloldalán a Járatlan Utakon Fesztivál keretén belül most kezdődött Sali Noémi művészettörténész előadása. A kezdetekről és arról, hogy az emberek hogyan és miért kezdtek el utazni, itt pedig néhány perc múlva nagy színpadon az isaszegiek kápráztatják el önöket.
1848-49-es szabadságharc, forradalmi szabadságharc egyik legemlékezetesebb csatájáról, az isacegi csatáról kapta, illetve vette föl. És céljuk az, hogy nem csak az Isaszeg környéki folklórkincseket gyűjtsék össze, hanem a Kárpát-medence minden hagyományát megpróbálják beépíteni a műsorukba, illetve hogy modern és korszerű ritmusokat, mozdulatokat és a modern kultúra elemeit is vegyítsék a régi folklórkincsel együtt, és ezzel tegyék még érdekesebbé a műsort.